Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Biztonságos és hatékony a védőoltás. Szlávik János szerint minél több embert kellene beoltatni. Lakhatatlanná vált a csütörtökön leégett ház Szekszárdon. A lángok a szomszédos ingatlanra is átterjedtek. Újra hasznosítják a karácsonyfákat, komposzt készül az ünnep díszéből. Vezetni akart, ezért kocsit lopott a 15 éves fiú. Korábban már randevúra is ment így szerzett autóval. Magyarországon jók a tapasztalatok a Pfizer oltóanyaggal, nem észlelnek semmilyen súlyos mellékhatást. Ezt Szlávik János, az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa nyilatkozta stábunknak. A szakember szerint az oltási program a terveknek megfelelően halad. Ahhoz, hogy legyőzzük a járványt, a magyarok 50-60%-át kellene beoltani, jelentette ki a főorvos. Azt mondja, világszerte 3-4 millió embert már beoltottak ezzel a vakcinával, és nem tudnak komolyabb mellékhatásról. A koronavírus járvány legyőzéséhez a magyarok 50-60%-át kellene beoltatni, ám ha ezt az arányt nem tudjuk elérni, akkor elképzelhető, hogy a vírus sokáig az életünk része lesz. Nem fogjuk tudni eltüntetni a föld színéről, mint ahogy az influenzát sem tudtuk, hiába van ellene védőoltás, mondja Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Mindez az elérhető védőoltás mennyiségétől és az oltási hajlandóságtól is függ. Szlávik János kifejtette, a koronavírus elleni Pfizer védőoltásnak hasonló mellékhatásai vannak, mint bármelyik másik Magyarországon elérhető vakcinának. Ezek között említette az oltás helyén kialakult pirosságot, izomlázat, esetleg egy kis fejfájást. Azt mondja, ezen védőoltások engedélyeztetését komoly kutatások előzték meg, nem most kezdték el ezeket kifejleszteni. Magyarországon rendelkezésünkre áll ugye a Pfizer-BioNTech vakcina, ezt kb. 15-20 éve kutatják, tehát ezt is nehéz elképzelni, hogy valaki komolyan gondolja azt, hogy ezt az oltóanyagot ezt idén, vagy tavaly január-februárban kezdték el kutatni. Ezek régi, jól megszokott technikáknak a következményei, és hasonlóképpen van ez az angol oltóanyaggal, az orosszal és a kínaival is. Tehát ezek azért nagyon komoly kutatási előzményei vannak, ráadásul ki vannak próbálva, és a próbák alapján kiderült, hogy biztonságosak és hatékonyak. Szlávik János azt mondja, az első oltásokat már lassan egy éve megkapták az emberek a világ számos részén, így ha komolyabb tüneteket okoznának, az már kiderült volna. Jó magam is beoltattam magamat, és annyi, hogy egy icipicit izomláz volt a bal karomban egy napig, ez volt a mellékhatás. Mások is enyhe fájdalomról, burpee-ról panaszkodnak, esetleg egy kicsit álmosabbak lettek, vagy fájt a fejük. Ezek általános mellékhatások, ez valamennyi védőoltásnál így van. Semmilyen speciális dolgot nem észlehetünk, és ne felejtsük el, hogy most már több mint 3-4 millió ember van beoltva ezzel a fajta vakcinával. Ha valami súlyos dolog lenne, az már réges-régen kiderült volna. A tervek szerint már a jövő héten megérkezhet hazánkba a Moderna vakcinája, melyből Magyarország közel 1.500.000 adagot kap. Péntekre virradóra 2.907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 337.743 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 10.440 főre emelkedett. 5.297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében csütörtökön 125 újabb esetet regisztráltak, így a járvány kezdete óta már 6.827-en kapták el igazoltan a vírust az országnak ezen a részén. Február 1-ig meghosszabbítják a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket. A középiskolákban is marad az online oktatás, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. A miniszterelnök hangsúlyozta, amíg nincs elegendő vakcina, addig ezeket a kereteket fenn kell tartani. A koronavírus elleni vakcináról szólva Orbán Viktor közölte, szeretne mindenkit megnyugtatni, az oltások biztonságosak és szükségesek, és ha sor kerül rá, ő is beoltatja magát. Lakhatatlanná vált az a ház, ami január 7-én kapott lángra Szekszárdon a Bródi Sándor közben.
Több település tűzoltóinak is a helyszínre kellett vonulniuk az oltáshoz. Órákon keresztül próbálták megfékezni a lángokat. Az egyik szomszéd otthonát is elérte a tűz, ezért most nekik is ki kellett ideiglenesen költözniük. A tűz során senki sem sérült meg, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, még vizsgálják. Ezek a felvételek január 7-én készültek a szekszárdi Bródi Sándor közben. Jól látható, hogy teljes terjedelmében kapott lángra a családi ház tetőszerkezete. Több mint 40 tűzoltó nagy erőkkel kezdte meg az oltást. Többek között szekszárdi, paksi, bonyhádi és bajai tűzoltók érkeztek a helyszínre. A háztűz során senki nem sérült meg. A beavatkozás nehezítette, hogy a tetőszerkezet szendvics szerkezetének köszönhetően a szomszédos lakóingatlanokat is veszélyeztette, a sorvázmi voltából ez a tűzeset. Csaknem 120 négyzetméteres lakrész vált a lángok martalékává. A házban egy idősebb házaspár élt, ők ideiglenesen egy önkormányzati lakásban fognak élni. Az egyik szomszéd otthonát is elérte a tűz, és jelentős vízkár is érte. Ezért most neki is ki kellett átmenetileg költöznie, egy rokonnál kapott menedéket. A mellette lévő ingatlanokra pedig a tetőszerkezeten keresztül igyekezett tovább terjedni a tűz. Ezt a tűzoltók motoros kézifűrésszel, korongos gyorsdarabolóval, valamint kézi eszközökkel, bontóbaltával igyekeztek a tetőszerkezet héjazatát megbontani, és ezáltal a még izzó részeket eloltani. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség. Azt, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, még vizsgálják. Az adóhatóságnak kell 2021. januárjától befizetni a gépjárműadót. Ezt az adónemet korábban a települési önkormányzatok szedték be. A változás miatt a legtöbb autósnak semmi dolga nem lesz, a NAV ugyanis automatikusan megkapja a szükséges információkat az önkormányzatoktól. Még az év elején megérkezik minden érintettnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal levele, amiben a fizetendő adókról olvasható információ. Az aktuális fizetési határidők mellett most a gépjárműadó bevételi számla is belekerül a tájékoztatóba. A gépjárművekkel kapcsolatos adóztatás ugyanis 2021-től az önkormányzatoktól átkerült az adóhatósághoz. A változás a gépjármű üzembetartókat nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Fontos, hogy a gépjárműadó első részletét idén március 15-e helyett április 15-éig, a második részletet pedig szeptember 15-éig kell befizetni a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ennek a száma a NAV honlapján pontosan megtalálható. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó aluli mentességet, vagyis azoknak, akik szüneteltették az adófizetést tavaly év végén, idén semmi teendőjük nem lesz. Az ezzel kapcsolatos információkat az önkormányzatok automatikusan továbbítják a NAV felé. Idén a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GIADO adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség, kedvezmény, szüneteltetés igénybevételéhez elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, ami legegyszerűbben a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásával küldhető be, ez az úgynevezett ONYA alkalmazás, amely a NAV honlapján egyszerűen megtalálható. A nyomtatvány egyébként papír alapon is elérhető a NAV ügyfélszolgálatain. Abban az esetben, ha valaki még nem fizette be a tavalyi évre vonatkozó gépjárműadóját, esetleg 2020-ban bekövetkezett tulajdonjogi változást nem jelentett be, továbbra is a lakhely szerinti önkormányzathoz kell fordulni. Az adóhatósághoz csak a január 1-e óta bekövetkezett változásokat kell bejelenteni. Be kellett zárni ideiglenesen Dunaföldváron a Barátok templomát, mert a horvátországi földrengések utórengései kárt okoztak az épületben. Emiatt a miséket bizonytalan ideig az öreg templomban tartják majd. A helyi plébánia munkatársai már felvették a kapcsolatot a püspökséggel és a biztosítóval is. A károk részletes felmérése jelenleg is folyamatban van. Akár a virágföld is helyettesíthető a feldolgozott fenyőfákból. Tolna megyében január 11-én kezdődik a kihelyezett karácsonyfák elszállítása és azok komposztálása. A szekszárdi Aliszka Terra Kft. Termelés szervezője azt mondja, közel 6 hónap alatt készül el a felhasználásra alkalmas zöld trágya az örök zöldekből. Vízkereszt, azaz január 6-a napjával hivatalosan is elérkezett a karácsonyfa lebontásának az ideje. Ezek a fenyőfák pár napja még feldíszítve álltak valaki otthonában. Most már azonban az útszélén várnak arra, hogy január 11-én, illetve január 25-én elszállítsák őket. Szekszár településről a fenyőfák elszállítása január 11-én és 25-én fog megtörténni. Arra kérjük a lakosságot, hogy az adott szállítási napokon reggel 6 óráig úgy helyezzék ki a karácsonyfákat a hulladékgyűjtő edények mellé, hogy azokon
ne maradjon dísz és egyéb csomagolóanyag, valamint hogy a gépjármű forgalmat, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozza. Mögöttem látható a komposztprizma, és ott a sarokban pedig a késztermék, ott történik az utóérlelése. A komposztáló telepre beszállított zöld hulladékot először ledarálják, így 4-6 cm-es apríték készül. Ezt követően megtörténik az összekeverés és a nedvesség tartalom beállítása. A leaprított fenyőfákat fólia alá helyezik, ahol megkezdődik az irányított komposztálás, amely közel 6 hetet vesz igénybe. Az elkészült zöld trágyát lerostálják, melynek során a zöld hulladék közé keveredett idegen anyagokat távolítják el. A lerostált komposztot további 3-6 hónapig érlelik, ezután pedig értékesítik azt. Gyakorlatilag a lakók találkozhatnak vele Szekszárd közigazgatási területén, mert a tavalyi évben jelentős mennyiségű komposztot szállított el a városüzemeltetés és a virágos kertekbe került, illetve kiskerti hasznosításra, talajjavításra, tápanyag utánpótlásra megfelelő. A termelés szervező elmondta, hogy a tavalyi évben több mint 32 tonna fenyőfát gyűjtöttek össze, és éves szinten átlagosan 4000 tonna zöld hulladékot dolgoznak fel. Vezetni akart, ezért ellopott egy kocsit egy 15 éves fiú Faddon. A fiatalt hamar elfogták a rendőrök, nem ez volt az első hasonló bűncselekménye. Tavaly novemberben szintén kocsikat vitt el jogtalanul. Akkor azt mondta a rendőröknek, randevúzni akart egy lánnyal, ezért kellett neki egy autó. Ezt a szürke színű autót lopta el néhány napja a 15 éves fiú. A gazdája csak néhány percre hagyta nyitva a kocsit, amíg bement a házba. A fiatal ekkor ült bele és vitt el mindenféle engedély nélkül. Az autót több napja keresték már kollégáim, míg végül 2020. január 5-én Pálfa határában az út szélén leállítva találták meg. A rendőrök hamar rájöttek, hogy a kocsit a 15 éves fiú vitt el, nem ez volt ugyanis az első hasonló húzása, korábban már többször is lopott autókat Tolnáról és Fadról. Novemberben, amikor először elfogták, azt mondta a nyomozóknak, randevúzni akart egy lánnyal, ezért vitt el egy autót. Összesen 4 esetben fordult az elő, hogy ismeretlen a nyitva hagyott járművekbe beült, és azokkal elhajtott, majd különböző helyeken hagyta őket, miután kifogyott belőlük az üzemanyag. A fiú beismerte a lopásokat, így azokért hamarosan felelnie kell majd. A rendőrség azt kéri, senki ne hagyja nyitva, esetleg kulccsal az indítózárban őrizetlenül az autóját. A vírusveszély miatt idén rendhagyó, szűkkörű megemlékezést tartottak az ország első Vas Albert szobránál, visszatekintve az erdélyi magyar íróra, költőre. Bonyhád volt Magyarországon az első település, ahol szobrot emeltek emlékének, és civil szervezet alakult a szellemi hagyaték továbbéltetésére. A városban hagyományosan ehhez az ünnepséghez egy iskolásoknak kiírt rajzverseny is társul, melyre idén minden eddiginél több 187 alkotás érkezett. Több mint 15 millió forintból készült emlékhely Bonyhádon a németek elhurcolásának 76. évfordulója alkalmából. 1944-45 fordulóján a környékről közel 1900 embert szakítottak el otthonaikból, és vittek el erőszakkal orosz munkatáborokba. Köllerné Koch Ilona, a bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint fontos, hogy ne felejtsük el a felmenőinket ért borzalmakat. Ez egy gyökerétől kitépett fa. Ez azt szimbolizálja, hogy emberek ezrei, tízezrei váltak gyökértelenné. Köllerné Koch Ilona épp a nemrég elkészült emlékmű jelentéséről beszél. A bőrönd és a tányérban hagyott kulcs az otthon elhagyását, míg a szélfújta drapéria az elmúlást szimbolizálja. Az alkotást az 1944-45-ben a környékből elhurcolt német emberek emlékére állítatták. Ha valaki idősebb lesz talán, akkor kezd jobban foglalkozni a gyökereivel, és nekünk az a feladatunk, hogy adjunk egy anyagot, amit majd esetleg kutatni tudnak, és a szülőknek, nagyszülőknek pedig felelőssége, hogy igenis meséljenek ezekről a szörnyű dolgokról. 1944-45-ben Bonyhádról és környékéről több, mint 1900 embert hurcoltak el, és kényszerítettek munkatáborba, ahonnan nagy részük soha nem tért vissza. Nagyon örülünk annak, hogy a magyar állam kormánya támogatta, pontosan 15 millió forinttal ezt a beruházást, és a német önkormányzatok is hozzájárultak még, és úgy terveztük, hogy nem csak az emlékmű, hanem ezt az egész rendezvényt kíséri majd egy konferencia. Ezt január 19-én az Országos Emléknapon szerették volna megtartani, de idén a koronavírus járvány miatt erre nem kerülhet sor. Reményeik szerint nyáron ezt is be tudják majd pótolni.
Regionális híreinkkel megyünk tovább. 4 milliárd forintból indulhat az Egyetemi Tudáspark. A gazdaság erősítését várják a kutatásoktól Pécsen. Megnőtt a kereslet a kedvezmények miatt. Áremelkedést várnak a szakértők az ingatlan piacon. Fokozott figyelemmel kell közlekedni a téli időjárásban. Fontos tanácsok nem csak autósoknak. Az előkészítés másfél éve indult, most 4 milliárd forint támogatást is kapott a Pécsi Egyetem a Tudományos és Innovációs Park kialakításához decemberben. A cél az, hogy a helyi gazdaságot erősítsék azok a kutatások, fejlesztések, amik az egyetemhez köthető laborokban zajlanak. Pécsen a műszaki és élettudományokhoz kapcsolódó eredmények hasznosítása mellett minden kar részt vehet a park munkájának kialakításában, mondja a felsőoktatási intézmény vezetője. Jelenleg az egyetem Nyár utcai telephelyén alakítják ki a tevékenységeknek helyet adó épületeket, kutatóhelyeket. A tudásparkok ötlete az Innovációs Minisztériumtól származik, ahol a gazdaságfejlesztés motorját képzelik el az ország különböző régióiban kialakításra kerülő innovációs központokban. Külsővel segíti ezt a deréktől lebénult férfit a mozgásban. Ezen a másik felvételen pedig intelligens műkarral tud tárgyakat megfogni a végtagját elvesztő páciens. A két eszközben az a közös, hogy a Pécsi Egyetemen végeznek vizsgálatokat velük. Ehhez hasonló fejlesztések helyszíne lesz majd az a tudományos és innovációs park, amit a PTE berkein belül alakítanak ki. Másfél-két évvel ezelőtt mi is elkezdtük a szervezést, abban a tekintetben, hogy olyan hozzáadott értékeket hozunk létre a Pécsi Tudományegyetemen, amelyek hosszú távon önfenntartóak tudnak majd lenni, és amelyek a fejlődésünket elősegítik. Ilyen például a zöld egyetemi környezet, tudatos gazdálkodási vonal ennek minden aspektusával, de ilyen például a digitalizáció, vagy pedig az okos műszereknek a fejlesztése, készítése. Itt a Pécsi Nyár utcai telephelyen alakítanák ki a Tudományos Park első ütemét. Közelben van a műszaki és informatikai kar, az Orvosi Egyetem, illetve több klinikai tömb is. A fejlesztés bármikor kezdődhet, mondja a rektor. Akár holnap után beindulhat a projekt, hiszen a pénz az a rendelkezésünkre fog állni, és hát a tevékenységek azok tulajdonképpen már valamilyen formában el is kezdődtek. Azt, hogy az építkezések mikor indulhatnak be, az azon múlik, hogy mikor készülnek el az engedélyes tervek, és mikor kapunk olyan ajánlatokat, amelyek megfelelnek a közbeszerzés előírásainak. A kormányzat 4 milliárd forint támogatást adott a Tudományos Park kialakításához. A programok kutatási-fejlesztési területek kialakításában minden egyetemi kar részt vehet. A Tudományos Parkok kialakításának ötlete az Innovációs Minisztérium vezetőjétől származik. Cél, hogy a helyi gazdaság fejlődését egy-egy kutatóhellyel, egyetemi tudásközponttal kösse össze az ország különböző régióiban. Erre 22 milliárdot biztosítottak. Ebből kapott Pécs 4 milliárdot decemberben. Hogyan hatnak a lakásárakra a januártól igénybe vehető kedvezmények? Nőtte a kereslet az ingatlan piacon. Ezekre a kérdésekre kerestük a választ az egyik pécsi ingatlan közvetítő irodánál. A szakember azt mondja, jelenleg még a tavaly decemberi árakon lehet hozzájutni az ingatlanokhoz, de a kedvezmények miatt némi drágulás várható a lakásárakban. Jelenleg 200 és 500 ezer forint négyzetméter ár között kínálják a pécsi lakásokat, azonban az ár nagyban függ attól is, hogy a város melyik részén helyezkedik el az ingatlan. Például ez az ingatlan is megfelelő a legújabb kedvezményekre, akár csak kedvezmény, ugye új építésű, tehát az illetékedvezmény is igénybe vehető, és akár az áfa visszaigénylés is kérhető erre az ingatlanra. Ezek azok a kedvezmények, amelyek miatt megnőhet a kereslet az ingatlanok iránt, mondja a szakértő. Egy pécsi ingatlan közvetítő irodában jártunk csütörtökön, ahol arról érdeklődtünk, mennyire nőtt meg az ingatlanok iránti kereslet a kedvezmények bevezetése óta. Azokat keresik most többen, amik ebbe a támogatásba beleesnek. Szerencsére nagyon sokféle ingatlan, de azért alapvetően a lakások a legkeresettebb ingatlanok, amiből itt Pécsen is a legtöbb tranzakció van.
Az árak egyelőre stagnálnak, de a kereslet növekedése miatt némi drágulásra lehet számítani a szakértő szerint. Kétféle támogatást különböztetünk meg, ami csokkal vagy csok nélkül is igényelhető. Ami csokkal igényelhető, abból az illeték kedvezmény az, ami az egyik, azt mondom, hogy leginkább keresett, vagy leginkább azután érdeklődnek. Ugye itt gyakorlatilag egy 4% kedvezmény, a vételnek a 4%-át, azt nem kell kifizetni, vagy nem kell illetéket kifizetni az ingatlan után. Ezeken kívül a meglévő ingatlan felújítására is ad kedvezményt az állam, amelynek maximuma 3 millió forint lehet. Továbbá nagyon kedvező az ingatlan vásárlás előtt állók számára, még az újépítési ingatlanoknál az áfa visszaigénylés lehetősége is. Pécset nagyjából 200 és 500 ezer forint négyzetméter árakkal lehet számolni attól függően, hogy a város melyik részén található az ingatlan. A téli gumiabroncsok használata, a megfelelő sebesség megválasztása, fokozott óvatosság. Többek között ezekre kell odafigyelniük a közlekedőknek, ha havas, jeges úton utaznak. A Baranya megyei Balesetmegelőzési Bizottság fontos tanácsokkal látja el az autósokat, kerékpárosokat és gyalogosokat. Hamarosan beköszönt az igazi tél. A meteorológiai jelentés szerint már a hétvégén számíthatunk havazásra Baranya megyében. Ilyen időjárási viszonyok között még nagyobb figyelemmel és óvatossággal kell közlekednünk. Az egyik legfontosabb tennivaló a nyári gumik lecserélése téli abroncsokra. Vizsgáltassák át a járművüket, akik még nem tették meg. A világítójelző berendezéseket, a fékeket, gumiabroncsokat. Hosszabb útnál vegyenek magukhoz mindenképpen feltöltött mobiltelefont. Legyen náluk jégkaparó, jégoldó, illetve hólapát. Fontos továbbá az is, hogy indulás előtt tájékozódjunk az aktuális időjárási és útviszonyokról. Bertán Évingelt Erzsébet arra is felhívja a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák meg a sebességhatárt, és ne kövessenek el relatív gyorshajtást. Ez azt jelenti, hogy mindig az út időjárási és látási viszonyoknak megfelelően, illetve az út vonalvezetésének megfelelően kell közlekedni. Előfordulhat télen, ugye a nedves utak, havas jeges utak nem optimálisak a közlekedésre, és előfordulhat, hogy egymásba csúsznak a járművek. Ezt úgy előzhetik meg, hogy nagyobb követési távolságot tartanak. A lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok mellett közlekedő gyalogosok és kerékpárosok fokozott veszélyben vannak ködös, havas időben. A szakember arra kér mindenkit, hogy mindig használják a láthatósági mellényt, illetve a biciklisek gondoskodjanak a megfelelő világításról, hogy hóban is mindenki hazaérjen. És végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Biztonságos és hatékony a védőoltás. Szlávik János szerint minél több embert kellene beoltatni. Lakhatatlanná vált a csütörtökön leégett ház Szekszárdon. A lángok a szomszédos ingatlanra is átterjedtek. Újra hasznosítják a karácsonyfákat, komposzt készül az ünnep díszéből. Vezetni akart, ezért kocsit lopott a 15 éves fiú. Korábban már randevúra is ment így szerzett autóval. Szombaton változóan felhős, párás, szűrt, napsütéses, helyenként tartósabban ködös idő a legvalószínűbb. Csapadék nem hullik, vasárnap borongós idő következik. Csak az esti óráktól éri el a déli megyéket hószálingózás, mérsékelt havazás. Hétfőn viszont már előre láthatólag Tolna megye nagy részén havazásra kell készülni. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!